hogyan alakíthatunk egy rajzot animációvá. Létrehoztam ezt a kis programot, ami egy piros autót rajzol ki, világos kék éggel a háttérben. Ebben a programban egyetlen változón van, az X, aminek kezdő értéke 10. Az X a kocsi X pozícióját jelöli, és a kocsi testét alkotó két téglalap, valamint a kocsi kerekeit alkotó két ellipszis kirajzolásánál használom. Nézzük meg, mi történik, ha megváltoztatom x értékét. Remek, az egész kocsi mozog a képernyőn keresztül. Na, de ez azért még nem animáció? Akkor lenne az, ha a kocsi úgy is mozogna, ha ehhez nekem nem kéne átírnom a kódot. Akkor lenne igazi animáció, ha bárki, anélkül, hogy a kódot megváltoztatná, egyszerűen csak azt látná, hogy mozog a kocsi. Szóval, hogyan is lesz ebből tényleg animáció? Valahogy el kell érnünk, hogy ez a programozói környezet másodpercenként sok-sok új rajzot hozzon létre, és mindegyik új rajznak minden alkalommal új X értéke legyen. Mindjárt meg is mutatom, hogy hogy lehet ezt megcsinálni. A programom alján beírom, hogy draw egyenlő, és már ki is egészítette nekem a maradékot. Valószínűleg nem láttad még korábban ezt a szintaxist, ez egy függvény definíciója, és ezzel most ne törődj, majd bőven lesz még szó róla a függvények tananyagban. Egyelőre elég annyit tudni, hogy a függvények segítségével könnyen csoportosíthatunk kódokat, amikről a program tudni fogja, hogy együtt kell futtatni. Most pedig több sornyi kódot fogunk ide rakni. A draw függvény egy speciális függvény. Amikor egy draw függvényt definiálunk a programunkban, a Khan academy használt programozói környezet az azon belül található kódot folyamatosan futtatni fogja, másodpercenként többször is. Kommenteljük is, hogy az itt szereplő kódsorok folyamatosan futtatva lesznek. Minden egyéb, ami nincs benne ebben a függvényben, azaz mindez itt, egyetlen egyszer fog lefutni, amikor a program először betölt. Nem kell tehát más tennünk, mint elhelyezni a kocsit rajzoló kódunkat a függvényen belőre. Egyszerűen csak kijelölöm, kivágom, beillesztem ide, majd indentálom, hogy tényleg úgy is nézzen ki, mintha a függvényen belül lenne az itt látható kapcsos zárójelek között. Na hát most egyenlőre minden ugyanúgy néz ki, mint ezelőtt. Viszont ennek ellenére mégsem minden ugyanaz. Noha ezt nem látjuk, folyton újra és újra másodpercenként többször is kirajzolódik most a kocsi. Azért néz ki ugyanúgy, mert mindig ugyanazon a helyen kerül kirajzolásra, hiszen az x mindig 281. És ez az érték kerül folyton ezekbe a rect és ellipsz parancsokba, és az x továbbra is mindig 281 marad. Tehát a kocsi sehova sem fog menni, egy helyben fog maradni. Azt szeretnénk elérni, hogy minden alkalommal új helyen legyen a kocsi. Lényegében azt szeretnénk mondani a programnak, hogy kezd a kocsi X pozícióját 10-nél, majd adj hozzá egyet, valahányszor kirajzolod. Ezt úgy fogom megvalósítani, hogy áthelyezem az X változót a Draw függvényen kívülre, ide fel, és visszaállítom az értékét 10-re. Mivel ez a draw függvényen kívül van, ez a sor egyetlen egyszer fog lefutni a program legelején, és beállítja x-et 10-re. Ezután pedig a draw függvényen belül annak a legvégén hozzáadok egy sornyi kódot, ami majd hozzáad egyet x értékéhez minden alkalommal. x egyenlő x plusz 1. És nézd, elindult! Egyelőre egy kicsit elmosódott, inkább ecsetvonásra hasonlít, nem kocsira. Azért ilyen, mert azt mondjuk a programnak, hogy rajzolja újra a kocsit minden alkalommal, de a korábbi kocsi fölé rajzolja, mivel az még mindig ott van. Ha azt szeretnénk, hogy a program kitörölje a korábbi kocsit, akkor foghatjuk a background parancsot, és a drone belőre helyezhetjük. Megnyomom a restartot, és tessék, tökéletesen működik egy kocsi, ami szépen gurul a képernyőn. Tegyük fel, hogy gyorsabb autót szeretnénk. Nem is kell más tenni, egyszerűen csak többet adok hozzá X értékéhez. Ha például 10 pixellel szeretnék haladni, újraindítom, és hű, sokkal gyorsabb. Át is állíthatom negatívra, aminek hatására tolatni fog. Hopp, ott volt, gyorsan el is tűnt. Ahogy láthatod, többféle módon is megváltoztathatom az X változó értékét, annak érdekében, hogy a kocsi kirajzolása az animáció minden képkockájában máshogy változzon. Na most, elég gyorsan csináltam az egészet, úgyhogy a legjobb az lesz, hogyha átnézzük még egyszer. Az elején még a draw függvényen kívül deklarálom a változómat, és 10-re állítom. Ezek után definiálom a draw függvényt, Beleírok egy csomó rajzoló kódot, majd a függvény végén hozzáadok valamennyit x-hez. Amikor a programozói környezet látja, hogy definiáltam a draw függvényt, tudni fogja, hogy a függvényen belüli kódot újra és újra futtatnia kell. Így hozhatsz létre animációkat a Processing Processing.js segítségével a Khan academy -n. Most pedig megpróbálhatsz te magad animálni egy rajzot. Vigyázz, kész! És már kezdheted is.